Az ellenzéki korifeusok hát több alkalommal is nyíltan állást foglaltak azzal kapcsolatban, hogy Magyarországnak fegyverekkel, a magyar embereknek pedig, idézett Gyurcsány Ferenctől, akár az életük árán is segíteniük kellene az ukrán kormányt. Ennek fényében vajon mennyire lehet komolyan venni ezt a feljelentést? Hát ez ugye már megszokható Márki-Zay Pétertől, tehát ezt már láttuk korábban is, hogy van egy törekvése, van egy kijelentése, és akkor azt megpróbálja tagadni, megpróbál úgy tenni, mint hogyha ilyen nem történt volna, hát a rizsicsökkentésnél is ugyanezt csinálta, egyértelműen kimondta, hogy el akarja törölni, hogy szerint az egy ostobaság, majd amikor ugye ezt a jobb oldal felkarolta, és rávilágított, hogy mire készül Márki-Zay Péter, akkor elkezdett arról beszélni, hogy ezt ő soha nem mondta, és soha nem is voltak ilyen törekvései, tehát nagyon sokszor került már ilyen hazugság spirálba, most sincsen másról szó, látja, hogy ez nagyon kellemetlen, hogy kitudódott, hogy egyébként folyamatosan egyeztet az ukrán kormánnyal, Márki-Zaynak a stábja, és egyébként az ukrán elnöknek az Orbán Viktorral szembeni beszédét megelőzően és komoly egyeztetések voltak a magyarországi baloldal és az ukrán elnök között. Értelemszerűen ez, hogy kitudódott, ez nagyon negatív fényt vett a baloldalra, és most próbálnak úgy tenni, mintha erre sosem került volna sor, és mintha nem is lenne ilyen típusú törekvésük, de hát az elmúlt heteknek a nyilatkozatai alapján elég egyértelmű, hogy ők az ukrán elnök álláspontját osztják, tehát küldenének fegyvereket, katonákat Ukrajnába, és elzárnák az orosz gázt. És mennyire akadályozza a tisztánlátást, vagy mondjuk mennyire szolgálja magyar érdekeket, hogy az ellenzéki oldalról folyamatosan orosz propagandának nevezik azt, hogyha bárki valamilyen kritikát fogalmaz meg például az Zelenszky rezsimmel kapcsolatban. Tehát mondjuk az ukrajnai menekültek nagyon gyakran számolnak be különböző visszaélésekről, hogyha ezt kimondjuk, akkor az már orosz propaganda? Igen, ugye mindig ezzel támadják azokat, akik egyébként rávilágítanak arra, hogy az ukrán kormányzat részéről, az ukrán háború részvevői részéről is mindenféle ilyen háborús propaganda megindul, de hát azért ezt látjuk, tehát minden sajtótermék, ellenzéki kormánypárti mindig hozzáteszi, hogy azokat az információkat, amelyek ebből a háborús térségből származnak, mindig fenntartásokkal kell kezelni, hiszen általában manipulálják ezeket az információkat, nem nagyon lehet tisztán látni ebben a helyzetben. Az azonban eléggé egyértelmű, hogy az ukrán elnök az azt kéri Magyarországtól, hogy engedjen el fegyvereket a területén, küldjön fegyvereket, küldjön katonákat, és zárja el az orosz gáz, tehát azért ez eléggé egyértelmű követelés, és hát a baloldal ezzel kapcsolatosan semmilyen elhatárolódást nem mutatott, hanem gyakorlatilag újjongtak, amikor az ukrán elnök neki ment Orbán Viktornak, és szemmel láthatóan teljesítenék az ő kéréseit. Igen, de hát az ukrán elnök neki ment például Olaf Scholznak is, és hát szépen lassan már nem lesz olyan Európai Uniós tagállami vezető, aki ne került volna fel a fekete listára, mármint azok közül, akik elzárkóznak attól, hogy a többszörösét fizessék az országban élők a korábbi rezsiköltségeknek, vagy benzinköltségeknek. De hát ez már máslapra tartozik, viszont ha már az újongó ellenzékről beszélt, ugye megint csak hát egy másik okuk is volt az elmúlt két hét sorozatos botrányai, ugye volt itt parkolási pénzek visszaosztása, kábítószerből finanszírozott kampány a harmadik keretben, szóval elég sok botrány után volt egy okuk arra, hogy örömködjenek, mégpedig azért, mert a visegrádi együttműködés sikeres évei után most akadt egy téma, amiben véleménykülönbség mutatkozik Budapest és a másik hármas között, ezért aztán elmarad a visegrádi négyek találkozója. De ez mennyire számít diplomáciai kudarcnak? Mert az ellenzék már olyanokat mond, hogy Magyarországot árulónak tekintik a többiek, meg megint jön a nemzetközi elszigetelődés víziója. Ez valóban egy kudarc? Hát ez eddig is tudható volt, hogy egyébként Magyarország álláspontja Oroszország viszonyában más, mint mondjuk a lengyeleknek, vagy a V4 többi országának. Csupán arról van szó, hogy most éppen ez a téma került reflektorfénybe, ez a legfontosabb téma a háború miatt, és értelemszerűen ilyenkor nem a lengyel nyilvánosságban azt a
politikai erőt, amelyik mondjuk Magyarországra mutogatna, hogy Magyarországra találkozna, akkor elkezdenék támadni és negatív fényben festenék fel. Tehát ennek a nemzetközi globális sajtnak van egy olyan nyomása a politikusok irányába, hogy ilyenkor találkozzanak mondjuk magyar politikusokkal, de ettől függetlenül egyébként a V4 együttműködés ezt túl fogja élni, és a lengyel-magyar barátság is hát évszázados, tehát vagy több évszázadja tart, tehát elképzelhetetlen, hogy egy ilyen ügy miatt ez felbomoljon. A lengyel elnök is, például Áder János köztársasági elnök, ez a ugye most leköszön, egy búcsúlátogatásra is meghívta Lengyelországba, tehát nem lehet arra számítani, hogy itt bármilyen komoly törés legyen ebben az ügyben, és hát előbb-utóbb a V4-ek is belátják, hogy Magyarországnak ebben a kérdésben is igaza volt, hiszen nem nagyon lehet más út, mint a béke irányába dolgozni, és hát, hogyha megnézzük azt, hogy például az orosz gáz, vagy a fegyverszállítás kapcsán, vagy például egyes szankciók kapcsán mi Németországnak és Franciaországnak az álláspontja, akkor azt látjuk, hogy nagyjából ugyanaz, mint Magyarországnak. Nem véletlen, hogy például az ukrán elnök a legújabb kirohanásában már nem csak Magyarországot támadta, hanem a baloldali német kormányt is, amely szintén nem hajlandó arra, hogy elzárják az orosz gázt. 3 nap múlva választunk. Nyilvánvaló, ezek a témák már a kampánynak a témái között is kiemelt helyen szerepelnek, hanem elsődleges helyen. És ahogy látjuk itt az elmúlt napok eseményeit, hát a külföldi beavatkozási kísérletek igenis megtörténtek, igen szemmel látható módon. Ugye számos kormánypárti média csatorna szenvedett el hacker támadást, sőt tegnap maga a Fidesz.hu honlapja is leállt. Ezek ilyen külföldi hacker támadások, amelyekbe azért nem kell többet belelátni valószínűleg, mint amit, hogy egyfajta ilyen próbálnak borsot törni az emberek orra alá, illetve a normálisan gondolkodó tábornak az orra alá, de megállhatunk ennél, vagy esetleg komolyabb veszéllyel is fenyegetnek ezek a beavatkozási kísérletek, és akár mondjuk a választási rendszert, és annak a választás lebonyolítását is veszélybe sodorhatják. Mit gondol erről? Igen, most ezek a hacker támadások és az, hogy egyes kiszivárgó hangfelvételek alapján botrányra készülnek a választás napján a bal oldalon, az azt jelzi, hogy itt feltehetően valamilyen választási csalás sem elképzelhetetlen a választás napján, tehát a hatóságoknak, a választási dának nagyon figyelnie kell arra, hogy a bal oldal mire készül a választás napján, hiszen szemben láthatóan a legfrissebb közvéleménykutatásokat látva nagyon elbizonytalanodtak, nagyon kétségbe vannak esve, és ezért minden lehetséges eszközt igyekeznek megragadni annak érdekében, hogy megragadják a hatalmat, megszerezzék a hatalmat, tehát értelemszerűen ilyenkor a botránykeltés és a választási rendszer irányába a társadalmi bizalomnak a rombolása, ezek mind-mind olyan eszközök a baloldal kezében, amellyel élni fognak majd a választás napján és az azt követő napokban. Tehát nem tartom elképzelhetetlennek, hogy utcai rendbontásokra készülnek, és azt fogják mondani, hogy itt választási csalás történt, és tényleg azt fogják mondani, hogy a kormány az mondjuk csalással nyert, tehát igyekeznek egy ilyen polgárháborús állapotot kiprovokálni az országban, hogyha visszaemlékszünk erre, 2018-ban is volt próbálkozás, tehát hiába nyert elsőprő fölénnyel kétharmados parlamenti többséggel a Fidesz-KDNP, bizony 2018-ban is elkezdték ezeket mondogatni, és egy ilyen egész nagy tüntetést szerveztek a választás követő napokban a Kossuth térre, akkor is véletlenül abban reménykedtek, hogy ebből egy komolyabb atrocitás, komolyabb ilyen polgárháborús állapot alakul ki. Valószínűleg most is ez a céljuk arra az esetre, hogyha nem ők nyernek. Többen pedzegetik azt is, hogy ezres, sőt tízezres nagyságrendben folynak az átjelentkezések a különböző választókörzetekbe. Ez egy olyan kiskapu, amitől tartani kell, és akár meglepetést is hozhat a választásokon? Ugye Márki-Zay Péter már a kampánynak a kezdetén arról beszélt Londonban, hogy arra biztatja az ottaniakat, hogy jelentkezzenek be billegő körzetekbe, és akkor az át fog majd billedni a baloldal javára. Tehát maga a baloldalnak a miniszterelnök jelöltje beszélt ilyen választási csalásokról, és ilyen tényleg
egészen elképesztő dolgokról, tehát teljes mértékben nem elképzelhetetlen az, hogy egyébként Magyarországon belül is készülnek hasonlóra az átjelentkezésekkel a balliberális politikusok, de ezeket egyébként nyomon követhetőek, tehát hogyha ilyen szervezett átjelentkezés és ilyen szervezett választási csalás van egy-egy körzet kapcsán, akkor az mindenképpen látható lesz, nyomon követhető lesz, és onnantól kezdve az pedig már szintén a választási irodának és a nyomozó hatóságoknak a jogköre.